Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádor magazin. Elkészült az Alsónéket Bátaszékkel összekötő bicikliút, a 277 millió forintos topforrásból megvalósuló fejlesztésre a helyiek régóta vártak már, hiszen a két település szinte összenőtt az elmúlt évtizedek alatt, és sokan ingáznak iskolába, munkába biciklivel. Október közepén került a helyére az Alsónyéket Bátaszékkel összekötő bicikliút két 11 tonnás, több mint 14 méteres hídeleme. A kerékpár utat pedig hivatalosan december közepén adták át. A fejlesztés 277 millió forint topforrásból valósult meg. Nem lehet kifejezni Isten igazából egy olyan településen, ahol 100 és 150 ezer forint között van az éves működtetéshez a költségvetés, tehát nem 370 millió forint, 50-60 millió forintos beruházás is nálunk egy hatalmas nagy dolog. Nem véletlenül övezte az építkezést ekkora érdeklődés. A helyiek régóta vártak már arra, hogy Alsónyék és Bátaszék között megépüljön ez a bicikliút. Tényleg a Bátaszék és Alsónyék helyzete speciális hely. Évtizedek óta így van, öregjeink, szüleink is, tehát kapcsolódunk, és említettem az előbb, hogy tehát úgy tűnik, mintha megduplázott volna a nyéklakosság, ugyan nem, de valóban minimum duplája vagy triplája az a itt most közlekedők száma. Az iskolánk Bátaszéken van. És ez már így volt a háború előtt is, tehát volt egy alsó tagozat 82-ig, és azóta minden Bátaszéken van. Egyedül az óvoda, ami helyben van. De ezt mondjuk ki is használjuk, és ez nagyon jó dolog. Itt a kollégák mindig mondogatják, hogy nem kihasznált az óviuk, hát ha valahol kihasznált az óvoda, akkor nálunk igen. Amikor júliusban letettük ennek a beruházásnak az alapkövét és megkezdődött a tényleges építkezés, akkor is hangsúlyoztuk, hogy a két település nagyon-nagyon sok szálon kötődik össze, szinte már össze is nőtt, és ennek egy újabb állomása, hogy ez a kerékpárút ma átadásra került. Ez egyfajta biztonságos közlekedés is ad a település lakók számára, ahhoz, hogy a két települést meg tudják közelíteni. Munkába járáshoz jó feltételeket fog biztosítani, iskolába járáshoz megfelelő feltételeket fog biztosítani. Sőt, én úgy gondolom, hogy egyéb sportolási célra is ki fogják használni majd a települések lakói, hiszen itt biztonságosan lehet akár kocogni is több kilométeren keresztül. Fontos, hogy minél több ilyen kerékpárút valósuljon meg. Mi azon fogunk dolgozni az elkövetkező időszakban, hogy Bátaszék területén is a Fő utcát próbáljuk közlekedési és kerékpáros közlekedési szempontból is biztonságosá tenni. Bízunk benne, hogy a következő évben abból a forrásban, amit a kormány kerékpárutak építésére szán, talán mi is hozzájutunk, és a belső szakaszt is meg tudjuk majd valósítani. A topforrások elosztásáért felelős Tolna megyei önkormányzat elnöke a bicikliút átadón azt mondta, a Tolna megyébe érkező 27,5 milliárd forintnyi fejlesztési forrás több mint 90%-ára pályáztak a települések, így hamarosan újabb beruházásokat adnak majd át. Lefettük nagyjából ezeket az összegeket, még lesz egy vagy két forduló a topforrások elköltésében. Ezt a kormányzat irányítja az előzetes módhoz hasonlóan, ami azt jelenti, hogy még némi fejlesztés várható. A megépült bicikliút az Alsónyéki vasútállomástól a Bátaszéki Molkútig tart. Mindig a jelenben dől el, hogy milyen lesz a jövő, mondta Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere, a fiatalok a városért díjátadón, ahol közel 30 kiemelkedő teljesítményt nyújtó bátaszéki diákot ismertek el. Így szeretné a város a fiatalok kötődését tovább mélyíteni. Okay.
ukulelén adott elő Bolyás Eszter, az egyik díjazott azon az ünnepségen, amin Bátaszékváros önkormányzata elismerte a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat. Idén közel 30 fiatalt díjazott a város, köztük a 12 éves Bognár Barnát, aki a dublini karate versenyen teljesítette szinte a lehetetlent. A korosztályánál másfél évvel fiatalabban, 5-6 kg-mal könnyebb súllyal bravúros küzdelmekkel finalista tudott lenni az Európa-bajnokság legnépesebb kategóriájában. Végül ezüstérmet szerzett. Most pihenünk, és februárban lesz egy kis pesti verseny. Most arra fogunk majd készülni. Milyen érzés, hogy átveheted ma ezt az oklevelet, illetve ezt a díjat? Hát, nagyon jó. A második Géza gimnázium tanulói közül díjat vehetett át Bíró Ágnes 12. osztályos tanuló is, aki a nyelvtudásával érdemelte ki elsősorban a város elismerését. Azt mondja, nagyon örül a díjnak. Nyelvvizsgáztam már angolból is és németből is, és már 10. megcsináltam az érettségiket, és most fogom, angolban már van a felsőfokú nyelvvizsgám, és most fogom csinálni németből februárban. Igazából én az angolt sose tanultam úgy, csak egyszer úgy volt, hogy nem tudom, így elkezdtem szeretni az angol zenéket, és akkor így hallgattam, és egyszer csak úgy rájöttem, hogy tudok angolul. De nem igazán, ez gyors volt, 9. kb. Vagy tolmács leszek, ilyen amerikai angol, vagy politikus szeretnék lenni. Politikus? Miért pont az? Hát nem tudom, igazából nagyon vonz ez a világ, és hát nem tudom, és nagyon tetszik, és szoktam nézni így a parlamenti beszélgetéseket is, és most szeretnék elmenni parlamentúrára is. Mindig a jelenben dől el, hogy milyen lesz a jövő, mondta Bozsolik Róbert Bátaszék polgármestere ünnepi köszöntőjében. A város első embere kiemelte, igyekeztek olyan feltételeket teremteni, olyan programokat szervezni a településen az elmúlt évben, amik a fiatalokban elültetik azt a gondolatot, hogy jó itthon lenni, jó otthont találni Bátaszéken. Mert az élet rendjéből adódóan többségük el kell egy időre itthonról tanulni, világot látni. De ha ma jó dolgozunk, akkor az a fiatal, akiben a gondolatot elültettük, egyszer vissza fog jönni, és Bátaszéken Bátaszékét kamatoztatja a megszerzett tudását. A város első embere felidézte a tavalyi fejlesztéseket, elért eredményeket és kiemelte, a városnak fontos elismernie a tehetségeket, hiszen a művészet a sport területén, vagy éppen a tanulásban kiemelkedő teljesítmény nyújtó fiatalok öregítik a város hírnevét. Nálunk hosszú évek óta hagyomány, bár mondjuk 3 éve nevezzük el hivatalosan a fiatalok a városért elismerésnek, hogy itt év végén egy polgármesteri fogadás keretében az intézmények által javasolt fiatalok közül kiválasztjuk azt a ebben az esztendőben 27 fiatalt, akik sport, kultúra, tanulmányok, nyelvterén kiemelkedőt teljesítettek. Szeretnénk őket ezzel a kis oklevéllel is elismerni, hiszen bízunk abban, hogy ezzel egy kis gondolatot ültetünk a fejükbe, egy olyan gondolatot, hogy jó itt Bátaszéken lenni, elismerik Bátaszéken az ő munkájukat, tehetségüket, és bár az élet valószínűleg el fogja őket sodorni egy kicsit, hiszen elmennek főiskolára, elmennek egyetemre, elmennek világot látni, de ez a kis gondolat talán ott motoszkál majd a fejükbe, és hazatérnek hozzánk, és amit megtanultak, azt majd itt Bátaszéket, a bátaszékiekért tudják majd kamatoztatni. Idén először az év mecénása oklevelet is kiosztották, egy helyi húsipari céget ismertek így el, valamint elismerő oklevelet vehetett át Mezei Bonifácné, a Napsugár Nyugdíjas Egylet leköszönő vezetője, és Riglerné Stangerika, a közösségük vezetésében, irányításában több mint 2 évtizeden keresztül végzett tevékenységükért. A még tavaly exkluzív körülmények között megtartott első bátaszéki sportgálának az adta egyediségét, hogy a 100 éves múltra visszatekintő bátaszéki sportegyesületnél több városi sportág összevetése után az idén először megválasztották az adott év, jelen esetben 2018 korosztályos legjobbjait is. A legjobb gyermek, a legjobb serdülő, a legjobb ifjúság és a legjobb felnőtt sportolót külön díjazták. Mai adásunkban Bátaszék legjobb gyermek és serdülő sportolóját helyezzük reflektorfénybe, következő adásunkban pedig a még említett 2 kategória tavalyi győzteseiről is bőven már lesz szó a sportgála kapcsán. Halott virágok illatán, nyögik a fák.
Igen, véget ért egy szezon a bátaszéki sportéletben. A Bátaszék Ese Sportegyesület új vezetése pedig gondolt egyet, s több mint 100 éves bátaszéki, valamikori vasutas sportklub először rendezett egy közös ünnepi sportgálát, így év vége felé olyat, amilyen eddig az évszázados történetben nem volt. Részint azért, hogy megadja a módját a sportban élen járó bátaszékiek köszöntésére, másrészt pedig összehozza azokat a sportembereket, akik évközben, noha ugyanazon a településen élnek, ugyanazon klub sikerjeit küzdenek hétről hétre, de meglehetősen ritkán találkoznak, meg lehet csak felszínesen ismerik egymást. A másfél éve regnáló új sportegyesületi elnök, elsősorban a karatéből ismert Nagy Ákos ötlete nyomán született meg az első bátaszéki sportgála. Volt egy kisebb-nagyobb szakadék a szakosztályok között. Talán némi bizalmatlanság, tehát lehet, hogy azt gondolták, hogy én akár szakbarbár vagyok, és csak a karatéban és az úszásban, és gyakorlatilag az egyéni sportban tudok gondolkodni, de én munkapárti vagyok, én nem sportpárti vagyok, tehát én nagyon élvezem a labdarúgást, élvezem a kosárlabdát, gyerekkoromban ráadásul én is kosárlabdáztam, tehát hogy még azt gondolom, hogy nem is annyira idegen számomra, illetve a testnevelőként azt gondolom, hogy kutya kötelességem, hogy mindenféle eredményre felfigyeljünk. És lehet, hogy ez okozott némi bizalmatlanságot eleinte, de azt gondolom, hogy ez alatt az egy év alatt közelebb sikerült hozni a szakosztályokat, és üdvözöljük egymást, örülünk egymás eredményeinek, és gyakorlatilag megbecsüljük egymás munkáját. Minden szakosztály az idei eredmények tükrében megjelölte 2018 bátaszéki legjobbját. A karatéban az országosan és nemzetközi téren legeredményesebb bátaszéki szakosztály az U12-U13-ban versenyző Nagy Jánosi Botondot jelölte az év legjobbjának. A fiatal tehetség 4 éve már rendszeresen dobogon végez a kiemelt hazai versenyeken. Mindezt az idén megfejelve 2. lett az országos diákolimpián, s az évvégi dublini Vadokály EB-n pedig tagja volt a csapatforma gyakorlatban a 3. helyen végzett bátaszéki együttesnek. A fiú kosárlabda utánpótlás nevelésben már több tehetséges is felszínre hozó, egyébként csak hölgyekből álló szakmai és vezetői stáb a legsokoldalúbb U12-U13-as korú játékost, Komonyi Balást jelölte a szakosztály legjobbjának 2018-ban, aki fizikuma, technikai, taktikai tudása mellett a játék intelligenciájával is kiemelkedik a csapatból. Ráadásul az iskolában is hasonlóképpen teljesít a fiú, mint a sportpályán. A labdarúgó szakosztály az utánpótlás feltörekvő tehetségei közül a Mórágyon felfedezett ügyes futballistát, Pityukát, vagyis Kanalas Istvánt jelölte az év bátaszéki labdarúgójának. A kisrácra hamar felfigyeltek, aki 3 év alatt olyan látványosan fejlődött a rendszeres edzések hatására futballtudás terén, hogy már nem csak a 14 évesek közül emelkedik ki, hanem már rendszeresen szerepel az U16-os bátaszéki csapatban is, ahol éppen 11 gólos és még ennél is több gólpasszal segítette magasabb korosztályú csapatát a sikerekhez. Amióta úszoda van a városban, azóta nem csak létezik, hanem kezd éledezni a bátaszéki úszósport. A megyei diákolimpiák döntőjében és a dobogós helyeken is több-kevesebb rendszerességgel feltűnik bátaszéki úszó is. 2018-ban Zoltán Nóra írt egy kisebb fejezetet a bátaszéki sporttörténetbe, azzal, hogy legfőbb Tolna megyei versenyen gyors és mellúszásban 3. lett, és tagja volt az ezüstérmes bátaszéki gyorsváltónak. Ezt követően a sportgála forgatókönyvében szereplő műsorszám még nem az első bátaszéki ünnepélyes gála békiosztó zárását jelentette. Csupán a fél idejéhez érkezett a díjátadó rendezvény a Kanizsai Dorottya általános iskola aulájában. Az ilyen jellegű hazai és nemzetközi rendezvények mintájára ugyanis a Bátaszék Ese elnökségének tagjai megválasztották 4 helyben űzött versenysportágban a legjobbakat, összevetve az év bátaszéki gyerek, serdülő, ifjúsági és felnőtt sportolóját. Őket köszöntötték és díjazták a gála 2. felében. Hogy kik lettek a még rangosabb elismerés birtokosai, erről, valamint a főszereplő pillanatnyi érzéseiről, gondolatairól a Cikádor magazin következő adásában számolunk majd be.
Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a fali órát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplett hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthona se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Ahogy a nagyobb városok sportgáláin, vagy a sportünnepélyek csúcsát jelentő év Magyarország sportolói díjak gazdára találásakor, a Sportcsillagok gála estjén megszokhattuk, a helyszínen hozták nyilvánosságra a bátaszék ese vezetői, ki lett a négy sportág összevetésében a zsűri szerint bátaszék legjobb gyermek, serdülő, ifjúsági, illetve felnőtt sportolója 2018-ban. A százéves klub történetében először értékeltek, díjaztak így. A meghívottak tudták, sejtették, hogy valamilyen díjat kapnak, de az csak a helyszínen derült ki, hogy saját sportágukban, vagy éppen a komplex értékelésben lettek a legjobbak. Az ünnepi külsőségek is adottak voltak a gálához, a zenés verses produkciók nagyban hozzájárultak az első bátaszéki sportgála emelkedettségéhez. Aztán felszállt az a bizonyos fehér füst, Bakó Bálintról láthattunk egy gyors kisfilmet edzés és mérkőzés közben. Bakó Bálintot nem csak a technikai képzettsége, hanem ezzel párosuló játék intelligenciája teszi igazi vezéregyéniségé, a magáról egyre többet hallató U12-U13-as bátaszéki fiúcsapatban. Cseppet sem mellesleg, mint azt megtudtuk, megszállottja a kosárlabdasportnak a kis irányító. A gólpasszokat adsz, de ugyanakkor a bátaszék szegényebb lenne, hogyha te nem dobnál kosarakat. Hogy van ez, amikor nálad a labda, te osztod el? Hát én is elosztom, de hogyha mondjuk üres palánkra, akkor egyből megyek. Aha. Melyik volt az a meccsed, amire ma is visszaemlékszel, meg majd itt az ünnepek alatt is, amely nagyon jól ment, amivel sok ponttal segítetted a győzelemhez a csapatot? Hát volt egy olyan, amikor 43-ból 27-et dobtam, az volt a legjobb szerintem. Aha. És hogyan érzed magad a bajnokságban, ahol játszotok? Hát jól érzem magam, erősek is az ellenfelek. Milyen volt a Bonyhád meccs legutóbb, hiszen nagyon magas, erős fiúk ellen játszottatok. Itt voltunk. Hát nagyon magasak voltak. Aha. És sikerült azért pontot szerezned ezen a meccsen. Igen. Aha. Hogyan tovább? Szeretnél kosaras lenni? Nézed már a tévében a nagy meccseket? Például a Paksot, vagy a Zalaegerszeget. Van-e kedvenc csapatod, vagy az amerikai kosárlabdába is játékosod? Igen. El is szoktam menni KSC meccsekre, meg KSC a kedvencem. KSC-be ki tetszik? Erika McCall, Ol Bishop, a két magas ember, vagy az irányítót? Figyeled-e az irányítót, aki egy szexádi lány, Studer Ági? Mi a véleményed róla? Hát nekem a Studer Ági a kedvencem. Aha. Tetszik? Figyeled a meccsen a játékát? Passzolásba, pontszerzésbe mi az, ami megfog téged Studerben? Hát mikor volt múltkor egy vasárnap egy meccsünk, akkor azelőtti szombaton pont el tudtunk menni apukámmal egy KSC meccsre, és ott megnéztem a technikát. Fiú meccseket is nézed, és szeretnél esetleg, hogyha elkerülsz innét, hogy egy olyan gimnáziumba vagy iskolába, ahol már kosárlabdát tanulsz?
Igen, már tervezzük, hogy Paksra megyünk, megyek kosarazni, meg ott is fogok tovább tanulni. Aki követi a karate sport bátaszéki vonatkozású eseményt, annak nem kell különösebben ecsetelni, hogy az egyik, hanem a legtehetségesebb utánpótláskorú karatése bátaszéknek, Kis Bánk Botont, talán ő lehet Móroc Ákos utóda, miért is lett minden kétséget kizáróan bátaszék legjobb serdülő sportolója a karatéka. Nagy Ákos sportköri elnök sportági vezetőedző igen kellemes kötelezettségének tette leget a díjkiosztón ekkor. Amíg csak kadettkorú versenyző, tehetségét ott tudta megvillantani az Angliában lezajlott Leicesteri stílus világkupán még ősszel, ahol magyar karatéka még egyáltalán nem szerzett érmet, Kisbánk Botond igen. A jövőre azért országos bajnokságon, minimum dobogón kell végezni az a két fő hazai versenyen? Hát nekem az a minimum, az lenne a minimum. A rivális... legalább ilyen jól szeretnék teljesíteni, mint idén. A riválisok közül ki az a kettő, akivel nagyon meg kell küzdened, akivel bármikor kétesélyes meccset visz, akár a Széki, akár a Cikádor kupán, akár az OB-n? Hát itt mindig más, itt az a sorsolástól is nagyon függ. Hát itt nem tudnék neveket mondani. Aha. Nem tudnék személyeket. Miben fejlődtök? Nagy Ákos az edződ. Mi lesz a védekezés, ütés kombinációk? Mibe kell előre lépni, amire alkalmasak? Szerintem ebben az évben nagyon sok mindenben fejlődtem, és ez meg is mutatkozott, és örültem is neki. Hát még mindig van hová tovább fejlődni. Én ezt mondom. A katát azt azért abba hagyom? Hát nem szeretném abba hagyni, de így versenyszintűen nem szeretném annyira űzni. Ki a két legnagyobb rivális? Az UT-ből vagy a Honvédból van? Hát, amint az előbb mondtam, ezt így nem tudom mondani. Bárki följöhet, ismeretlenként. Igen, igen. Mennyi edzést, úgy kezdi. Mennyi edzést válasz egy héten? Négy edzést. Négy edzést. Többet nem kell? Nem érzem szükségesnek. Ha úgy van, akkor, és egy kicsit jobb idő van, mint ilyenkor most, télen, akkor elmegyek futni, biciklizek. Ez a kiegészítő sport. Igen, vagy focizok. Aha. A tanulás hogy megy, ha érdeklődök? Tehát mellette a karatét lehet csinálni nyugodtan, vagy becsúszik néha egy-egy rossz jegy, és akkor ennyi van otthon? Szerintem nagyon jól megy nekem a tanulás. 4-5-ös vagyok kb. Mindenből. Akkor minden rendben. Jövő évben ott vagy az évvégi VB-n? Évvégi EB-n? Hát szeretnék, mert ugye Magyarországon lesz rendezve, és nagyon szeretnék ott lenni. És még egy ilyen Leicester szintű világkupa is esetleg beleférhet? Hát jövőre biztos nem, mert ugye ezt 4 vagy 5 évente rendezik ezt a versenyt. Hogy kik lettek érdemesek az első bátaszéki sportgálán az év ifjúság, illetve felnőtt kategóriában eme rangos első alkalommal kiosztott kitüntetésre, és mit gondolnak a díjazottak a közeljövőről, ezt megtudhatják újévi Cikádor magazinunk következő adásában. A Fenyőkupa 4 napos labdarúgó teremtorna most is az évvége legrangosabb sporteseménye volt Bátaszéken. Így van ez már 36 éve, ami szívügyévé vált a helyi szervezőknek, s hogy a színvonalat is tartani lehessen, hogy a közönség megtöltse a sportcsarnokot, ebben maximálisan partnerek a helyi cégek, vállalkozások, akik, történjék bármi, a rendezvény mellé mögé állnak. Aki későn érkezett az elődöntők, illetve a döntők napján, december 30-án, annak már csak a bejárati ajtónál, vagy a túlsó kapu mögött jutott hely a Fenyőkupa záró napján. A 24 csapatos torna az amatőröknél két bátaszéki kötődési csapat döntőbeli találkozását hozta, ami az erőviszonyok alapján prognosztizálható is volt. Ami az esélyeket illeti, a nagyobb nevek a fehér felsőben pályára lépő Velorexnél voltak, hiszen Hajdanán a magyar élvonalig is eljutó Máté Csaba, Nagy Sándor, Buzás Attila, valamint az öreg fiúként is sokáig aktív Kis János és Fejes Zoltán is náluk játszott. A túloldalon a Speednél ekkora nevek nem szerepeltek, a fehéreknél nem volt olyan hosszú a kis pad, hogy Nagy Sanyiékat lehetett volna minőségi ifjakkal pótolni, amikor náluk érthetően elfogyott a levegő, így hát elmaradt a végsőkig kijelzett presztízs csata az amatőr fináléban. Dominált végig a Speed, amelyben a Fradit még anno a magyar kupából dunaszekcsői színekben remek gólt szerezve kiejtő
Pankovics Rudi legendás ballába most is kétszer villant, miután zörrent is a Velorex hálója. Ezzel a 39 éves csatár oroszlán részt vállalt a Speed 4-1-es a kupa történetében a hetedik győzelméből. Öröm a köbön a mérkőzést végét jelző Duda szó után. Két játszó csapat játszott, és hát igazából tavaly Nyuaszni 10 másodperccel a vége előtt kaptuk az egyenlítő gólt a döntőbe, ugye a Velorextől, és hát a sekkel ugye megvertek minket, és éreztük pontosan azt, hogy nagyon fegyelmezetnek kell lenni, minden helyzetet be kell rúgni, különben kipasszolnak, kijátszanak minket, nagyon fegyelmezett a Velorex, és szeretünk ellenük játszani, mert sportszerű végig a meccs, legalábbis azért a döntőhöz képest. Úgyhogy berúgtuk gyorsan az elején a helyzeteinket, ugye pikpak 2-0 volt egy 8-10 perc után, onnantól kezdve egy picit tartanunk kellett, értelemszerűen ránk jöttek és tudtunk játszani. A csapatnak a fele egyébként alapesetben is játszik egy bajai bajnokságban, illetve minden csütörtökön itt van még egyszer mondom, a fél csapat Bátaszéken a sportcsarnokban esténként edzegetnek. Úgyhogy azt mondom, hogy a mag az folyamatosan a játékban van minden héten. Mi meg hát ünnepeltetjük magunkat, ahogy szoktuk, vagy siratjuk magunkat, mikor mi a vége. Hát ma ünneplünk, úgyhogy éppen két pesgőt nyakunkba borított a csapat fele, úgyhogy most jön a buli. Az ellenfél a Velorex menedzsere, a Fenyő Kupa hosszú éveken át főszervezője, Péter Géza is az ellenfelet dicsérte. Tényleg sportszerűségről, az ellenfelek maximális tiszteletéről szólt, a civil életben is sok esetben barátok egymásnak feszülése. Kapu előtt végig biztosabbak voltak, amíg mi kihagytuk a helyzeteket, ők berúgták a helyzeteiket. Tehát teljesen megérdemelt, hogy most ők nyertek. A Velorex egyéb iránt szíve lelke a Fenyőkupának. Évek óta az amatőrök és a profik között is indítanak csapatot. 30 embert mozgatnak meg ekkor. Az egykori profikból lesznek az amatőrök, és a feltörekvő fiatalokból pedig a profik. Az utóbbiak az idén az elődöntőig jutottak, és ott a negyedik helyen végzett a Velorex. 95-ben, akik elkezdtek játszani a profiba, a Nagy Sanyi, Rupa Laci, hogy ezek szépen évről évre kiöregedtek a profi kategóriából, akkor jöttek az amatőrbe. Tehát elméletileg itt ez a Fenyőkupára készülünk, tehát mindig azt mondjuk, hogy 30-án vége van a Fenyőkupának, és január 1-én már a következő évre készülünk, de maga a játékos állomány, aki játszik, ezek, tehát együtt futballoztak valaha, meg a Velorexbe is együtt játszottak. Most az amatőrt nézem, az is most már 6 éve ugye folyamatosan döntőt játszik, hol a speeddel, tehát most ez egy ilyen jó kis versenyfutás a speeddel a Velorexnek, ugye, mert ők most ugye 7-szeres bajnokok, mi 8-szoros bajnokok vagyunk, rengeteg második, harmadik hely van, profi ligában ugyanez van, de azt mondom, hogy én azt mondom, hogy egy egészséges verseny van itt a két úgymond ősi csapat között, akik folyamatosan itt vannak a Fenyőkupán. A Gold Car szuperbajnok idei hiányában a profik mezőnyében ment az előzetes esélylatolgatás már a torna megkezdés előtt. Ki a legesélyesebb az idén? Nagyon szoros és izgalmas meccseket vívtak ezek a csapatok a vévjátékban. A szintén fekete mezes Bowden Technika csak a büntető rugásokban tudta legyűrni az egykori szekszári focista Deli Dani csapatát az elődöntőben, a Kriszt Kft. Pedig egyetlen találattal győzte le a Velorexet. Óriási meccset ígért a Bowden Technika Kriszt finálé. 4 nap sok meccse okozta fáradtság, azonban rányomta bélyegét a meccs iramára, színvonalára. Már úgy tűnt, hogy az 5 perces hosszabbítás, vagy az sem, a büntetők döntenek az idei Fenyőkupa sorsáról. Amikor a decsi származású Csende Imre másként gondolta ezt, egyébként sokadik veszélyes ballábas lövése 4 perccel a befejezés előtt utat talált a Bowden Technika kapujában. Többiekkel ellentétben én csak most játszottam az első meccsemet, úgyhogy biztos, hogy egy jó eltalált lövés döntet ezen a meccsen. Hála jó Istennek sikerült. Utána még volt egy lehetőségem, ha az bemegy, akkor még simább. Ez az egy gól is elég volt, úgy néz ki a győzelemhez. Vizdár Zsolt játékos edzőként sérülése miatt nem lehetett ott a döntőben, de nagyon örült annak, hogy több év után náluk úgymond beérett a gyümölcs, és a Kriszt megnyerte a Fenyőkupát. Az elmúlt évben nem lettünk fiatalabbak, és hál' Istennek nagyon jól sikerült ez évben a fiatalitásunk is, a Nagyváradő Lévér, a Frankowski Dani, Renninger Patrik, velük sokat erősödtünk, és a
további években is ugyanígy szeretnénk. Tehát mindig szeretnénk fiatalokat bevonni, mert mi már öregszünk, és szeretnénk, hogy a Krisz Kft. Még sokáig szerepeljen itt, de folyamatos fiatalitásnak vetjük alá a csapatot. Az ünnepélyes eredmény hirdetésnél most is természetesen díjazták a torna legjobb játékosait mindkét kategóriában. Az amatőröknél Berényi Szilveszter lett a gólkirály a Torpedótól, a Velorexes Péter Kristóf pedig a legjobb játékos. A legjobb kapus címet a Speedből Fügedi Zoltán érdemelte ki. A profiknál a legtöbb gólt a Bóden Technika csapatából Hegedűs Márk szerezte, így ő lett a gólkirály. Kupagyőztes Kriszt adta a torna a mezőny legjobb játékosát Nagyváradi Olivér személyében. A legjobb kapusnak járó külön díjat pedig a Bóden Technika hálóra Kékesi Zsolt vehette át Ler Bélától, a főszervezőtől, a Bátaszéki eset szakosztályelnökétől. Ennyi volt mára a Cikádor magazin, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Bátaszék friss híreivel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!